Ismét megtelt élettel településünk szíve, tetétlen egész évben várt és legnagyobb szabadtéri rendezvényén, a Homoktövis Fesztiválon július 30-án. Már idén új helyszínen a Zichy Géza Általános Iskola udvarán kerül sor a program lebonyolítására, ám a korábbi évekhez hasonlóan színvonalas programok és ismert előadók, énekesek gondoskodtak a jó hangulatról és a felhőtlen szórakozásról. A színpadi műsor a szeszélyes időjárás miatt az intézmény tornatermében vette kezdetét, a fiatalok nagy kedvenc az Aquamano Party interaktív gyermekműsorával, akik ezúttal is játékos formában mozgatták meg településünk apróságait. És a legvégén mit fogunk csinálni? A lábaink adik. Na gyerünk! Az Aquamano Party interaktív műsorát követően a Super Troopers csapata lépett a színpadra, ismert ABBA dalok feldolgozásaival. Ezt követően a 2004-es Megasztár legjobb férfi hangja, valamint a kétszeres Viva Comet és Fonogram díjas Gáspár Laci teremtett fergeteges hangulatot ismert slágereivel.
Gáspár Laci koncertjét követően a fiatalok nagy kedvence Szabiás lépett a közönség elé. A fiatal előadó dalszerző, szövegíró és producer a közösségi médiában és a legnagyobb videó megosztó oldalon is hatalmas rajongótábort szerzett magának az évek során. Szabiást egyesek szerint a magyar közösségi média egyik legtudatosabb felhasználójának számít. Yeah, I'm gonna kiss you, 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 I'm gonna kiss you
Ezt követően kezdetét vette a tombola sorsolás értékes nyereményekért, majd folytatódott a koncertek sora, ezúttal már az intézmény udvarán, ahol a fiatalok körében közkedvelt rapper és influencer Laskai Lili, ismertebb nevén Lil G hozta el a tetétleni fiatalok kedvenc slágereit. Csak megyek a fejem után, nye-nye-nye, te nem szólhatsz most rám, nye-nye-nye, csak megyek a fejem után, nye-nye-nye, te nem szólhatsz most rám. Magas vagyok, túl nagy a pofa, megutam, hogy másnál túl sok a duma. Itt van egy lipa, szerinted buta, kevés vagy ide, kevés vagy csuna. Nem kell a seki is, nem kell a pénzed, megoldom egyedül, remélem érted, ez fáj neked, de én legsért, hogy megkérlek. Sért, hogy megkérlek. Ne manipulálj engem, mert azt én fogok. Te is tudod, ezért tudtál ezt a sznom. A hitelességed az rég elfogyott. Én már többé nem keresek más. Ne engedjük el tényleg egymást. Ne hagyd kérlek, hogy elveszem. Ne értünk tényleg, igen megtettem. Én már többé nem keresek más. Ne engedjük el tényleg egymást. Kérlek, hogy elveszem, mert értünk tényleg mindent megtettem. Felsütött a nap, mikor megláttam a csillogást ebben a szép szempárban. Éreztem, más lesz veled minden, nem lesz nálad már drága kincsem. Fogd meg a kezem, menjünk el ketten, a boldogságom benned megleltem. Nincs szükségem már senki másra, veled a szívem többé nem állva. Melletted nem lesz könyv most már szememben, kérlek nem. Hogy ez alánk elveszem. Veled tölteném minden percem. Felforgattál minden érzést bennem. Hirdattad velem fel boldog a reggel. Mert tudom, hogy még mellettem fekszem. Megfogom a kezed a jóban, a rosszban. Együtt megoldunk mindent, én mondtam. Én már többé nem keresek más. Ne engedjük el végleg egymást. Ne hagyd kérlek, hogy elveszem. Mert értünk tényleg mindent megtettem. Keresek más, ne engedjük el végleg egymás. Ne hagyd kérlek, hogy elveszem. Mert értünk tényleg minden megtettem. Már mindenki Petőfi Sándor, lopják a rímet a Viszkalifától. Szóljon a lóta, ez itt Hollywood, így áll meg gyorsan egy két Malibu. Mucho gusto, hola hola, nem tudom túl jó, ez a duma. Nekem az Adidas a Puma, neked meg cuna marad a köcsögét ruha. Kéne az inget, amelyik ez a csuka, de ne hadd az alin, ha már nincsen ottunk kaja. Anyu, nézd meg, hogy hova jutottam el. Lehet, hogy nehezen, de sosem adtam fel. Többször váltottam irányba, látom, de egyik napról a másikra lett egy új családom. Hittem annak, aki elárult, de be kell látnom, ezzel nem irányult. Te nem vitázok, akivel nem kell, érts meg. Többször voltam lenne, de egyre feljebb lépek. Húszom az ára, meg néhány jó baráttal. Megmondom, hogy a Lil G a
pisando a lo piago y me traes tres platos. Soy a la noche, saco champán. Ella me crush and I keep my lips. Olvídate. A homoktövis fesztiválon évek óta hagyomány, hogy településünk önkormányzata rekordkísérlet elérésével próbál színt vinni a már amúgy is változatos rendezvény programjaiba. A következőkben Gál Gábor, a magyarországi rekordok regisztrátora és településünk polgármestere Borbéné Fülöp Hajnalka ismertette az utóbbi évek során elért rekorderedményeket, valamint ismertették az idei fesztivál alkalmával felállított rekord részleteit is. Ezek a rekordok, amik voltak az elmúlt években, ezeknek a diplomáit én elhoztam, és szeretném polgármester asszonynak, Hajnalkának átadni a diplomát a régi évekből, és hát kezdeném akkor ezzel a tenyérrekorddal. Egy olyan diplomát kapott Tetétlen község, minden egyes lakosa, persze aki ott volt a tenyérlenyomat rekordnál, ahol az egy időben egyetlen helyszínen készített legtöbb tenyérlenyomat rekordja, az a homoktövis nap Tetétlen 2021-es feliratot kellett szépen színesre színezni tenyérlenyomattal. Ez pedig minden idők legtöbb tenyérlenyomat készítője, 214 fő, azaz 418 tenyér volt ott jelen, aminek az egyik felét ugye beszíneztétek és le is nyomtátok. Tehát gratulálni szeretnék Tetétlennek, ahol is 214 fő színes tenyérlenyomatot adott. Tessék egy nagy tapsot adni saját magatoknak, én pedig polgármester asszonynak egy diplomátot. Annak idején elkészült Tetétlenben egy fantasztikus méretű fa készítményre, egy csomó fasírtot készítettek el, mégpedig van olyan valaki, aki itt volt a fasírt készítésnél is? Kettő évvel? Ez három év, négy évvel ezelőtt, kérem, négy évvel ezelőtt. Nagyszerű, látom a kezeket, igen, és nagyjából emlékszem is az arcokra. Akkor 1436 darab fasírt készült el egyszerre. Úgy látom, hogy meg úgy emlékszem, hogy egészen jól lakott mindenki ezekből a fasírtokból, úgyhogy ennek is a diplomáját szeretném átadni polgármester asszonynak. Tetétlen Község önkormányzatának egy újabb rekord diplomát szeretnék átadni, és ezzel valószínűleg a rekorderek rekordere lesz Tetétlen, de még egy picit ezen gondolkodni kell, mert hogy egy nagyon kedves séf barátom segítségével elkészült Magyarország legnagyobb struchúsból készült pörköltje, ami annak idején 201 kilónyi struchúsból készült el, úgyhogy ekkora, meg kellett volna kérdezni, hogy szerintetek mekkora egy struc. Látott már valaki itt strucot Tetétlenben? Igen, nagyon jó. Te láttad? Strucot láttál már? Nagy? Nagy? Tehát 201 kilónyi struccot lehetett volna ott látni, és abból pörköltet főzni, és én állíthatom, hogy nagyon finom volt a pörkölt, úgyhogy ennek a diplomáját is hadd adjam át, és gratuláljak. Tessék egy kis tapsot adni itt a strucc pörkölt készítőknek. Szeretném sok szeretettel bejelenteni azt, hogy Tetétlen újabb rekord diplomával lesz gazdagabb, és újabb rekorderként kerül a magyarországi rekordok adatbázisába, mégpedig a legnagyobb babzsák elkészítésével, amely babzsákot különben két fő, a Mucika és az Ildikó, ahogy én kaptam az ő nevüket, tehát Makár Józsefnél és Dede Sándor Károlyné készítette el, tehát két fő
készített egy fantasztikus babzsákot, amin legalább 17-en bőven és kényelmesen elférnek, és amelynek az összsúlya, ahogy így számoltuk, 110 kiló. Na most egy babzsák viszonylag könnyű, képzeljétek el, hogy egy 110 kilós babzsák az mekkora lehet. És ha nem tudjátok elképzelni, akkor el kellene sétálni addig, amíg itt villany nem lesz, mert ott az ki van világítva, az iskola főbejáratához, ahol is mindenki láthatja ezt a babzsákot, érdemes lesz megnézni. A rekordkísérlet eredmény hirdetését követően a roma zene méltán nagy hírű nagykövete, Bódi Guszti és felesége Margó szolgáltatta a talpalávalót az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Homoktövis Fesztivál tűzijátékkal zárult. Drága Isten, szépen kérdés!